estét kívánom. Jó estét kívánok. Igen. Kozmai Vidő Mária vagyok. Apukának a kislánya, és augusztus 15-én születtem, 2011-ben, ami azt jelenti, hogy az oroszlán jegyében születtem, és a sárkány farkam az ikrekben van. Azért? Azért. Milyen? Ja, azért vagyok ilyen. Milyen? Azért vagyok ilyen. Vicces. Vicces. Igen. Na, mondja, de a tanulást. Ja, hogy ez? Igen. Na jó, de a tanulást az komolyra fogom. Igen. Milyen egyen itt vannak? Ötös. Jó, az jó. Na, addig puszíts meg. Évidő azért akar részt venni ebben a videóban, amit ígérkedte, hogy hátulról valami állatokat akar itten feldugni, és azért mondtam, hogy ha már feldugja őket, akkor itt van egy csündi, akkor mutatkozom, mert lássa mindenki, hogy kiről van szó. Na, tehát egy fontos megkülönböztetéssel kezdtem, és talán még fontosabb megkülönböztetéssel akarom most folytatni. Még egyszer, tehát azt mondtam, hogy az asztrológia és a pszichológia az két teljesen különböző dolog, különböző, úgymond valóságkutatási módszer, illetve önismereti, és hát az asztrológia sorsismereti, az asztrológia meg önfejlesztési, bocsánat, a pszichológia önfejlesztési és öngyógyítási módszer, gyógyítási módszer végül is. Az asztrológiának csak annyi köze van a gyógyításhoz, amit mondtam, hogy az analógia rendszerén belülről meg tudja mondani, hogy karma pontok függvényében és negatív fényszögek függvényében, illetve a bolygóknak a negatív fényszögeltsége függvényében és házhelyzete függvényében, hogy ki milyen betegségre hajlamos, és hogyha ez a betegségre való hajlam, tehát egyfajta betegségre való hajlam, hogyha háromszor, minimum háromszor feltűnik a horoszkópba, a személy sorsképletbe, akkor bizonyára, hogy az a betegség már meg is van az illető személyben, amennyiben már úgymond 25-30-35 éves kora körül jár, és azután még inkább, és addig nem került sor neki a sors feltárására, tehát a horoszkóp értelmezésére. Jó, itt erősen figyel ez a kislány engem, és nagyon zavarba hoz, de próbáljuk meg ezt úgy csinálni, mintha tényleg közönség lenne itt körülöttem, illetve előttem. A lényeg tehát az, hogy nem kell összetéveszteni a kettőt, és teljesen más a kutatási módszere, más a történelme, és más a célja végső soron. Nem lehet egyiket a másikkal helyettesíteni semmiképpen, de még tovább akarok lépni, és azt mondom, hogy óriási különbség van az asztrológia, illetve az asztrológia alapjait figyelembe vevő metafizika, tehát a teremtés értelmét és célját firtató tudomány, az élet értelmét, és az élet értelmét viszont a teremtés értelmében, a teremtés céljának a tükrében is annak az alapján firtató tudomány, ami a metafizika, és a metafizikai asztrológia, és a misztika között. A misztikát tehát nem érdekli az emberi lét, de főleg az egyetemes lét értelme és célja, különböző feltételezései vannak róla, de nem ellenőrzi például az asztrológia matematikájában, tehát nem ellenőrzi konkrét megvalósulások szintjén, tehát hogy tényleg, amit mond, az gyakorlati valóságban ellenőrizhető-e, követhető-e. Az asztrológia viszont nem mond olyasmit, amit meg nem tapasztalt volna. Tehát azt az empíriában, úgymond a több ezer éves empíriában meg nem jelent volna, mint tény, mint reális, megbízható tény. Na most itt még egy fontos megkülönböztetésre igen nagy szükség van, és pedig az, hogy egyesek összetévesztik ezt a spiritualitást, mert a spiritualitás és a metafizika való ugyanaz,
spirituális, élet spirituális, életszemlélet spirituális, létszemlélet, na itt emelkedik a lányomnak a kis kutyája, spirituális létszemlélet az nem, hogy mondjam, nem vehető komolyan, nem lehet igazából komoly, hogyha nincs komoly metafizikai megalapozottsága neki. Ellenben sokan úgy vélik, hogy a spiritualitás, tehát a metafizika, illetve az életértelem valahol a vallással is egy kicsit úgy összefüggésbe kerülve, mint hogyha csupa rózsaszínű, megható és általában a yin őskezdetre, a yin principiumra jellemző megnyilvánulási formák szerinti valóság lenne, mert itt valóságról van szó, valóságnak a kutatási módszereiről, valóságnak a megismeréséről, amennyiben még akkor is, hogyha saját magunk élete, gondolkozása, életvíziója, életlátása, egészsége, stb. Lenne a tét, akkor is a valóságnak megfelelően kell ezeket a tényeket, vagy ezeket az életjelenségeket, inkább ez a helyes kifejezés, mutatni, és jobbá tenni, hogyha lehet. Na most nem igaz az, hogy jobbá tehető az élet, a sors, és elérhetőbb lenne a, úgymond a rendeltetésünk beteljesítése, tehát a megváltás, az üdvösség, amennyiben az ember mind csak yin manifestációknak, yin jellegű, tehát feminin, női őskezdetnek megfelelő magatartási formákat gyakorolna, és hogyha azokat a jókat úgymond helyezni előtérbe, és azt nevezné meg életcélként, és helyes, és jó, és üdvös magatartásként, amit általában a nők, a női principiumra jellemzők azok tartják kívánatosnak, például, hogy minden csak a tolerancia szellemében történjen, minden csak a szeretet nevében történjen, minden csak a jó barátság, az elfogadás, a befogadás, az elnézés, a táplálás, az életadás, és így tovább szellemében történjen minden, és akkor azt hiszik, hogy akkor az a metafizika, az a spiritualistás és az a yin. Nem, kérem szépen, a valóság attól kezdve, hogy kilépik az abszolutumból, tehát az abszolutum teremtővé válik, teremtőistenné válik, és megváltóistenné, már egyszerre megjelenik a kettős, ugye ezzel bajlódnak sokat a misztikusok, hogy a kettőség világos, a kettőség szellemiséges, hogy itt szenvedünk a Földön, ahol annyi a kettőség. Nem, kérem, a kettőség már azzal kezdődik, hogy egyszerre megvan az abszolút lét, és megvan az ő teremtő, megváltó, a megmanifestált, tehát a kinyilvánított elsődleges isteni formája neki, ami viszont már megint csak kettőből áll, tehát szeretetből és fényből, világosságból, és a szeretetnek megfelelő úgymond manifestációkból, amikről az előbb beszéltem, már ettől kezdve kettő, és a yang megnyilvánulási formákban, és a yang eszenciában, yangnak a lényegiségébe benne van a, mondjuk például így a termékenység, a terméktermékenyítés úgymond könyörtelensége, a fekundáció, meg van a behatolásnak a könyörtelensége, ha úgy tetszik, megvan a irányadás, a törvényesség, a törvényességhez való ragaszkodás, a következetesség és a szükségesség, úgymond törvényessége, és annak a tudása, és annak a szerinti életvitel, életvezetés tudása és fénye. Tehát ez viszont már nem mindig jár kellemes, hogy mondjam, megnyilvánulási formákkal, nem jár kellemes érzetekkel. Miről is van szó? Az ember, az Úristen úgymond ellátja fájdalomérzettel, érzékenységgel annak érdekében, hogy kapjon jeleket és jelzéseket arról,
hogyha nem a megváltás irányába, nem a karmaoldás irányába vezeti és vezérli az életét. Ilyenkor vagy testi, vagy lelki, vagy szellemi, spirituális fájdalom szintjén megjönnek a jelzések, csak az ember hajlamos az utóbbiakat elhanyagolni, illetve nem figyelembe venni, és csak a testi fájdalmakra reagál, de az, arra sem úgy, hogy ez most nekem egy jelzés, ami arra vonatkozik, hogy valamit nem teszek jól, nem csinálok jól, és akkor másképp kell tennem ettől kezdve az illető dolgot, másképp kell viszonyulnom, másképp kell megoldanom bizonyos életproblémákat, mert hogyha nem a fájdalom marad, vagy a legtöbb esetben még fokozódik, sokszorozódik, és szenvedés lesz belőle, ugye? Tehát nem mindig arról van szó, hogy ami... És akkor jönnek a kellemetlen dolgok, ugye? És akkor ezt a yin jellegű manifestációja sorsnak, vagyis az embernek a yin jellegű szellemisége, lelkisége, mert azt már többször mondtam, hogy majd, hogy nem egyenlő arányban vagyunk nők és férfiak, csak a külső biológiai megnyilvánulási formánk és a lelkiségünk kellene ennek megfelelően különbözzön, ugye, de valamikor összekeveredik, most nem akarok belemenni részletkérdésekbe, hogy transzvesztiták, meg mit tudom, kétneműek, és így tovább, ezek nem a metafizikai szférába tartoznak, mert ezek már rossz, alacsonyrendű és téves és hibás megnyilvánulási formák. Hát a lényeg az, hogy nem mindig a kellemes és a kényelmes és a erőfeszítés nélküli és az élvezetes dolgok azok, amelyek üdvösek, van, amikor el kell fogadni a sorsnak a bizony kellemetlen és kényelmetlen és sokszor fájdalmas jelzéseit is arra vonatkozóan, hogy nem jó úton járunk, hogy rosszul járunk, ahogy mondja a magyar nyelv, a magyar ember, tehát hogy ezeket nem eltusolni kell, és elnyomni, és elhazudni, illetve kellemes dolgokkal kiegyenlíteni, ugye, vagy élvezetekkel kiegyenlíteni, hanem utána kell nézni, hogy mi a jelzés. Itt jön be a fény, itt jön be a világosság, itt jön be a törvényesség tudat, itt jön be az értelem, az égi isteni értelem, aminek már halvány megnyilvánulási formája, és sokszor denaturált megnyilvánulási formája az emberi értelem. De tény, hogy az is arra való lenne, és arra való kellene, hogy legyen, hogy az isteni értelmeket úgymond közvetítse az embernek, de ennek ellenére nagyon-nagyon sajátosan, itt megint tévedés van abban is, hogy a tudomány az a férfias világosságot és fényt nek a világa lenne, hogy azt lenne hivatott, illetve azt kellene, hogy legyen hivatott szolgálni, de a legtöbb esetben most már a másikat, tehát a kellemeset, az élvezeteset, a nyugalmasat, de főleg a kényelmeset szolgálja, és annak az elvesztésétől fél az ember, és a félelemben aztán bejön a mágia törvénye, a teremtés törvénye, hát hogy mi mindannyian rendelkezünk ezzel a képességünkkel, és akkor attól, amitől félünk, aminek az elvesztésétől félünk, akkor azt pont beidézők. Na most itt is megint egy megkülönböztetést meg kell tennem, mert nagyon-nagyon sokan beszélnek helyesen is, tanítják az egyetemes törvényeket, most már végre, tehát mind a 10-et együtt, de azt a megkülönböztetést is meg kell tenni, hogy még itt is beleszól mindig a polaritás törvénye. Tehát láttam jó előadásokat, és hallgattam jó előadásokat, ahol elmondják az előadók, hogy a mágia törvény, a teremtés törvényének a következtében, és a rezonancia törvényének a következtében, tehát az történik, amit nem mondanak meg a Secret című filmben, hogy nem csak pozitív dolgokat idéz be az ember, hanem a karmájának köszönhetően, az oldatlan és feloldatlan karmájának a következtében olyasmiket is beidéz a sorsába, az életébe, amikért nem örvend, amik fájdalmasak, amik kellemetlenséggel, veszteséggel, rombolással jár, és aminek egyáltalán nem örvend, tehát, hogy ezt is ő maga idézi be.
De most itt egy kicsit tovább kell lépjünk, most már végre ezt is megértették az emberek, tehát hogy úgymond ott van a majdhogynem a tükör elmélet, tehát hogy majdhogynem minket leképez, illetve a régi önmagunkat, a régi önmagunk személyiségét, öntudatát, vágyait és sóvárgásait, akaratát, stb., ami csak pillanatnak szólt, vagy csak egy pillanatnyi helyzetnek szólt, de ezek megismétlődtek, akkor ez összegeződik, és egy úgymond vágykép lesz belőle, vagy egy ható imagináció, és akkor ez beidéződik az ember sorsába. Nagyjából felnőtt korban ez így történik. Igen, ám, de még az én megfigyeléseim szerint az egyértelmű, nem is kell ide megfigyelni, hanem ezt mindenki megfigyelheti, hogy ott van a polaritás törvénye is, ami azért van, pontosan a karma oldás érdekében úgymond lett létrehozva, még az abszolút létben is megnyilvánult az isteni létben, az egyetemes törvények formájában. Tehát a polaritás törvénye, amely mindent, ami zavaros, ami nem tiszta, sőt, ami tartalmazza ezeket a megsérült ősideákat, amelyek az abszolútumból keletkeznek, és jönnek ki az isteni dimenzióba megjelenvén. Nincsenek ők sokan, de számottevően ahhoz, hogy zavarokat, perturbációkat, zavart, úgymond teremtési formákat eredményezzenek, és ezek úgymond fel kell, hogy oldódjanak, és eltüntetni semmit nem lehet, főleg magasabb dimenziók szintjén. Persze az anyagban sem lehet, csak időlegesen, mert az úgyis visszatér az, amit mi el akarunk tüntetni, hiába gyilkolsz meg akárkit, hiába tüntetsz el bármilyen, mit tudom én, bűnnyomot, úgyis majd valahol valamilyen más formában vissza fog hozzátérni annak a negatív következménye. Tehát a lényeg itt az, hogy te még ezen is túl, tehát ezen a úgymond lineáris megnyilvánulási formának az is benne van persze, de egyelőre csak a teremtés és a mágia törvényének, vagyis a teremtő imagináció jelenségének a párosulásáról beszélek, tehát a rezonancia törvényével. Vagyis, hogy mindig olyasmivel találkozol, olyasmit árasztasz ki magadból is, hívsz be magadnak, hogy mond, vagy olyasmivel kerülsz kapcsolatban, jobban mondva, amivel rezonanciában vagy. De van az is, ne felejtsük el, amikor olyasmivel kerülsz kapcsolatban, ami teljesen az ellentéte annak, amit te képviseltél valamikor, amikor, de abszolút a szöges homlok egyenest ellentéte neki, annak, amit csináltál, amit gondoltál, amit képzeltél, és amire vágytál. Ez abban az esetben, hogyha rossz volt az, amire vágytál, illetve nem felelt meg az isteni egyetemes törvényeknek, illetve a te spirituális fejlődési utadnak, ami egy nagyon-nagyon összetett és nagyon finom, és alig-alig úgymond kivehető, és leleplezhető, és megfejthető, még a kauzális asztrológiával is sokszor, nem, hogy ezekkel a jóslásos asztrológiai, úgymond viccekkel, mert én csak annak látom, hogy meg lehetne őket közelíteni és nevezni, és le lehetne leplezni, és meg lehetne határozni őket annak érdekében, hogy ezeket tudjuk feloldani. Tehát a lényeg az, hogy itt van tehát egy mozzanat, amit jelez, azért csak azért, hogy gondolkozunk egy kicsit összetettebben, és ne ítélkezzünk hirtelenül, és fölöslegesen, és rosszul, és hibásan, mert hibás ítéletek majd hibás következményeket hoznak az életünkbe, és másoknak az életébe is, hogyha nem vigyázunk. Tehát a polaritás törvényét mindig számításba kell venni, és az is pontosan, hogy ott lehet minden anyagi és pszichikai megnyilvánulásban. Látom, hogy közben a lányom elillant innen, a cipőjét lehúzta, és elment, néztem, hogy milyen csend van, milyen zavartalan vagyok itt már egy fél órája. Na, ez nagyon fontos, és még valami fontos dolog, amit asztrológusként megfigyelhettem, hogy tehát vannak olyan dolgok, amiért te az itteni, a jelenlegi személyed nem igazán tehető felelőssé. Tehát
vannak a horoszkopokban is olyan elemek, amelyek úgymond olyan életfeladatokat jelölnek ki, amelyek nagyon-nagyon kellemetlenek és nagyon-nagyon kényelmetlenek bizonyos helyzetekben, és hogyha az ember azt nem veszi észre magát és idejében nem tesz annak eleget ezeknek az életfeladatoknak, akkor később úgy is behozza erőszakkal a sors, az életsorsod, mert az szüksége van a te öntudatod fejlődésének ehhez. És ilyenkor kiméletlen, tehát még ezt akarom most tisztázni, hogy nincs, nem létezik jó Isten, sem rossz Isten, sem jó Isten nem létezik, ezzel le akarjuk őt kenyerezni, van ilyen, hogy konkrét Úristen, hanem vannak az egyetemes törvények, és van a fejlődés, van a teremtés, van a teremtésnek a célja, a megváltás, a megváltódás, és ezek a programok könyörtelenül végigmennek az ember életén, és van, amikor vannak emberkék, akik nagyon jól tudjuk, hogy ők nem hibásak, nem tehetnek róla, hogy puposnak, sántának, láb nélkül, kéz nélkül születtek, mint ott van az ausztráliai Jack Wuik, azt hiszem, igen, úgy hívják azt a kis emberkét, aki kéz és láb nélkül született, mégis kérem szépen, csodálatosan szép család élete van, két gyermeke, szép felesége, és így tovább. Tehát annyira erős volt az a lélek, az a szellem benne, hogy úgy is fejlődésnek indult, annak ellenére, hogy elmondja ő, hogy kamaszkorában többször próbált öngyilkos lenni, stb. Elkeseredésében, de felül tudott a szellem ezen emelkedni, és ő az, aki most tanít, milliókat tanít, optimizmusra, helyes életlátásra, helyes életszemléletre, és így tovább. Tehát van, amikor az embernek, most ne beszéljünk ezekről a szélsőséges helyzetekről, de mindennapi életben is megtörténik az, tehát, hogy vagy reinkarnációból, amiben én kevésbé, ahogy itt csatlakozom Kassai Lajos úrhoz, aki azt mondja, hogy ő nem tudja, hogy ez van, mert neki nincs erre vonatkozóan élménye, misztikus élménye, nekem sincs. Valamikor álmokban voltak, ugye, amikor tanították nekem ezt a furcsa misztikát, amit az ERTÁ-ban tanultunk, és amit metafizikának hívtak, de az szerintem csak misztika volt, még akkor is, hogyha nagyon jó asztrológiát tanítottak hozzá. Tehát abból aztán már azonnal következett a kauzális asztrológia, tehát sárkányfarkat már értelmezték, magyarázták, de a Lilithet is berajzolták, csak nem voltak hozzá értelmezések, szövegek még. Na, tehát van, amikor olyan mi is megjelenik az életedbe, amin keresztül kell menni föltétlenül, annak a fejlődésed érdekében, illetve a megváltásod érdekében, vagyis annak érdekében, hogy a rendeltetésed teljesíts be, tehát hogy vidd vissza magaddal majd halálod után, illetve már közvetítsd vissza a Úristennek azt, hogy bizonyos nagyon-nagyon szélsőséges élethelyzeteket létrehozó spirituális problémákat, figyeljünk oda, spirituális, metafizikai problémákat igenis hivatottak vagyunk, mi itt az életünkkel, a mi kis lelki szegénységünkkel úgymond megoldani, feloldani és meghaladni, és rá az értelmes megoldást megtalálni, mint ez a Jack Wuik is, ugye, hogy megtalálta, és ez viszont megint nem magyarázható azzal, hogy na most te mit követtél el, mentális szinten mit vizualizáltál, helyesen, tévesen, hibásan, stb. Valamikor a közelmúltban, vagy a tegnap előtt, vagy a múlt héten, vagy a múlt hónapban, vagy két vagy három évvel ezelőtt. Nem. Ez az ember, nem, aki itt van, nem tehető érte felelőssé, viszont az a szellemiség, az a lény, aki te vagy, az hordozza magába, az egy bátor lélek, így szokták mondani misztikában, aki az Istenből jövén, úgymond, ezt az óriási feladatot vállalta magára. Na, tehát itt meg is állnék ezzel a felvétellel, tehát csak akartam tisztázni, hogy vigyázzunk, nehogy zagyva misztikát tanuljunk, vagy az agyva misztikával foglalkozzunk, tehát mindennek van valamiféle metafizikai, spirituális magyarázata, csak akkor van veszély ebben, és akkor néz úgy ki, hogy képtelen az ember megérteni, mikor hirtelen benne vagy a helyzetbe, akkor nem, én sem tudom olyankor értelmezni, mikor hirtelen benne vagyok a helyzetbe, van, amikor a mérleg karmámnak köszönhetően kétségbe esek. Ez így van.
De ott pislákol valahol bennem a tudata annak, hogy nem véletlenül jöttem, nem véletlenül vagyok itt, hogy ezt is meg kell oldjam, még hogyha nagyon-nagyon nehéz is, és ahogy Jézus mondja, ismerjétek meg az igazságot, és az felszabadít. Nem tudom, mennyire szabadít fel, én szabadnak nem érzem magam, és ezt megint sokszor sokaknak mondom, hogy vigyázzon, mert ez, hogy szabadság fogalma, itt egy nagy képtelenség. Nem vagy, nem lehet szabad, hát már, hogy ha benne vagy ebben a testben, már annak vannak határai, nem csak korlátai, nem csak úgy, hogy bőr, és akkor annak van egy határa, ugye a szaturnuszi szerved az is, hanem egyáltalán nem mindenki rendelkezik ugyanolyan képességekkel. Például ez a, megint csak vegyem elő a Jack Wickot, aki fantasztikus dolgokat csinált, sokkal nagyobb és magasabb rendű dolgokat ért el, mint nagyon-nagyon-nagyon sok. Hát az emberiségnek a nagy többsége, úgymond, azzal az óriási hitével, de ő soha nem lehetett egy focista világbajnok, vagy mit tudja, vízilabdás világbajnok. Még akkor sem, csodálatos módon még így is tud úszni kéz és láb nélkül. Fantasztikus, de akkor sem lehetett egy polójátékos, stb. Tehát vannak, nem vagy teljesen szabad, most mindig a szélsőséges példák a legjobbak, mert leghamarabb illusztrálják a valóságot, amiről beszélünk, de igazából, tehát én nem tudom, hogy amikor szabadságról beszélnek az emberek, akkor miről beszélnek. Ennyi, tehát 30 év asztrológia után, és rengeteg élettapasztalat után, ugye, 69 éves vagyok, nem tudom, hogy milyen szabadságról beszélnek. Tehát nincs, nem létezik. Ez a szabadság egy tulajdonképpen tehát még van egy barátom, Csíkszeredában akkor, aki azt mondja, hogy vannak metafizikailag nem értelmezett fogalmaink. Hát ő a reményt említette, még nem tudom, hogy miket. Én azt mondom, hogy a szabadság az egy olyan, ami metafizikailag, tehát nem metafizikailag, hanem gyakorlatilag igazából nem érvényes. Úgyhogy akik a szabadság idealizmusával élnek, szeretnék szólni nekik, hogy ne szívassák magukat, ne ámítsák magukat vele, mert csak keserűségbe fog torkolni az életük, vagy az egész gondolkozás mondjuk, illetve a metafizikájuk, misztikájuk. Spiritualitásuk, tehát az igazi spiritualitás nem foglalkozik így, még akkor sem, hogy Hamasnak az egyik legszebb eszéje így végződik, hogy a legfőbb morál a szabadság, én azt mondom, hogy a legfőbb morál a megváltás, de egyébként ezt ráalapozva mondom, mert ő is mondja, hogy ez az életnek a legfőbb értelme, vagyis a boldogság, de az a boldogság aznak megint semmi, de semmi köze nincs a földi értelembe vett boldogsághoz. Ez egy belső, nagyon-nagyon rejtett, nagyon finom, szubtilis tudása annak, nem is elégedettség, lehet, hogy elégedettség is, de még az sem lehetsz néha, annyira kétségbejtő élethelyzetekbe tudsz kerülni, de egyfajta bizonyossága annak, hogy jó irányba haladsz, hogy jól végzed a dolgodat, azért végzel, azt csinálod, amiért rendeltetve lettél, illetve, amit legyünk misztikusak, vállaltál még úgymond isteni részként, isteni indítatásként, amikor is emberi struktúrát vállaltál fel, vagy választottál, vagy alakítottál ki magadnak, és utána ez a struktúra auraként úgymond körbevette egy zigótát, amilyen rezonanciában volt természetesen, illetve aminek tehát azzal a nővel, akiben ez a zigottal létrejött, vagy azzal a petesejtel, akitől annak a petesejtnek úgymond a morfogenetikájával és a programjával valamiképpen ez a óriási isteni képességekkel és isteni tudattal és érzelemmel és mindennel felruházott spirituális struktúra, aki te voltál még fogantatás előtti korodban, úgymond rendelkeztél, tehát valahol összhangba kellett lenni ezzel az édesanyádnak a mélyben létező petesejtel. Most nem, tehát aki már oda kijutott és beérett, úgymond, amely beérett, azért daldogok és azért vagyok itt zavarban, mert manapság ugye, hogy már ez a Lombik Baby program is létrejött, és vannak emberkék, akik így élnek, és köszönjük szépen, megvannak, és jól vannak.
Tehát, hogy ők nem is az édesanyjuk méhében fogantak meg először, hanem egy tégelybe, vagy hogy lehet ezt mondani, oda belettek ültetve, és így tovább. Nincs ezzel semmi baj, úgyis metafizikailag az számít, hogy van az aura, amely keres magának egy ilyen fekundáltát, ivarsejtel, úgymond be termékenyített női petesejtet, és akkor az az aura azt körülveszi, és feltűrti, és belővi úgymond isteni energiával, és attól kezdve nem válnak el az illető személynek, aki majd lesz a haláláig. A lényeg tehát az, hogy tudjuk megkülönböztetni azt, hogy ezek az egyetemes törvényeknek is az összhatása az, ami érvényes, és az, ami érvényes, amiért még ezek az egyetemes törvények is létrejöttek, értjük? Hogy ne alkalmazzuk őket lineárisan. Hát egy az egybe, mert akkor könnyen ítélőké válunk, illetve ha egy adott nehéz élethelyzetben nem kapjuk az értelmét az egyetemes törvények logikája alapján sem, akkor kétségbe eshetünk, és esetleg még máshol lyukadunk ki, mind ahol kellene, és mind amire lettünk rendeltetve, és amiért vállaltuk ezt az életet. Egyelőre ennyi, minden jót kívánok, sziasztok!